Az alapítvány a székesfehérvári fogyasztóvédelemért és a fehérvári önkormányzat évről évre díjazza azokat a vállalkozásokat, cégeket és szervezeteket, amelyek tevékenységük során szem előtt tartják a felelősségteljes és etikus piaci magatartást. Mi azokat az embereket szeretnénk kitüntetni, és felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy kivel milyen munkát végeztetnek el, vagy hát ugye megkapják ki a szükséges dokumentációkat az elvégzett munkáról, és nem túlszámlázó. Az idejében már 9. alkalommal adják majd át a székesfehérvári fogyasztóvédelemért díjat. A korábbi években már számos fehérvári vállalkozás nyerte el a címet 3 kategóriában. Remélik, idén is szép számmal érkeznek majd jelölések a lakosságtól, hiszen az elismerés értékét csak növeli a társadalmi támogatottság. Civil elismerések esetében pedig ez még inkább így van, hangsúlyozta a város alpolgármestere. Ez az elismerés székesfehérvár polgárainak, fehérvári emberek elismerése, az etikus gazdasági magatartást tanúsító vállalkozások, cégek felé. Azt gondolom, hogy minél több fehérvári javasoljon, vegyen részt ebben az akcióban, március 10-ig lehet a jelöléseket eljuttatni az alapítványnak, hiszen ekkor lesz a díj igazán hiteles, ekkor fogja leginkább képviselni a fehérvári emberek véleményét. Gyártás, szolgáltatás és kereskedelem kategóriában várják a jelöléseket március 10-ig a képernyőn látható e-mail címen. Azt kérik, a jelölés tartalmazza a vállalkozás nevét és egy rövid indoklást is, mert az adott cég vagy szervezet lenne a legmegfelelőbb az idei díjra.